Na. Na, hello mindenkinek! Köszöntök mindenkit ezen a csodálatos napfényes szombat délutánon. Ez itt a Játékok a polcról live, 24. adása, mert 24-szer live-oztam, ami számomra is meglepő. Most a szokott módon várjuk a nézőket, hogy egy kicsit többen legyünk, és akkor lassan bele is kezdek majd a mai témába, ami kicsit ilyen visszarázódós jellegű dolog. Már hatan néztek. Jelezzétek, hogyha látható, hallható vagyok, stb. Létszik-e, be is fagyott a kép, úgyhogy marha jó, megint nem fogom látni magam. Szia Balázs! Jó, akkor ezek szerint látható és hallható vagyok, és akkor kezdhetjük. No, hát érdekes időszakon vagyok túl az elmúlt időszakban, mert ugye ilyen lakásfelújítós, ilyesmi dolgok voltak, úgyhogy nem nagyon volt időm se figurákkal, se semmi ilyesmivel foglalkozni, de azért mindig eszembe juttattátok, ugyanis így is volt 3-4-5-6 ember, aki minden egyes nap ugyanúgy megállás nélkül nyomta nekem azt, amire marhára nem voltam kíváncsi, megmondom őszintén, de hát ez van, ez ezzel jár, ezt szokták mondani, de mindegy. Úgyhogy most már itt kezdek egy kicsit visszarázódni, nem vagyok még teljesen készen, mert például az új vitrinemet azt még ma fogom majd összerakni, és akkor majd utána kezdem el visszapakolni a figurákat. Hát nem volt egyszerű, azt hozzá kell tenni, az ilyen LEGO szétszerelés, LEGO bedobozolás, vitrin ből a figuráknak a kipakolása, a bezacskózás, stb. Elképesztő munka volt, tehát így elképesztő mennyiségű cumót sikerült felhalmozni az elmúlt években, amit hát így eltárolni is nehéz volt, még ideiglenesen is arra az időre, amíg ez a felújítás tartott, de hát azért valahogy csak sikerült. Igazából véve, hát voltak itt olyan dolgok, amire rádöbbentem, hogy lehet, hogy egy picit máshogy fogom csinálni. Igazából főleg ez a LEGO Star Wars-os dolgoknál volt így, ugye szétszereltem egy csomó a nagy lépegetőt, meg siklót, meg kisebb készleteket, meg minden ilyesmit, és így végig az volt a fejemben, hogy én ezt többet össze nem rakom. Tehát így konkrétan nem igazán éreztem magamban a kedvet, meg a lendületet, hogy valaha is még egyszer ezeket összerakjam és kirakjam. De ugyanakkor meg azt is elgondoltam, hogy lehet, hogy el kéne adni, de nem, tehát az se, tehát megválni se tudok tőlük, de ugyanakkor kirakni se akarom őket, úgyhogy valószínűleg eldobozolva lesznek, eltárolva, legalábbis a nagy részük, mert egyet-kettőt mondjuk, amit feleségemtől kaptam, meg ilyenek, azokat nyilván ki fogom rakni, de azért nem lesz az, mint korábban, hogy ugye egy egész nagy hosszú polc, meg még üvegesek, meg minden ugye LEGO Star Wars-szal volt tele. Zsúfolt volt tőle a lakás, tehát így nem arról van szó, hogy bárkit zavart volna, hanem nekem egy kicsit az esztétikai érzékemet már zavarta, úgyhogy most az elkövetkezendő időben nem nagyon lesznek LEGO Star Wars dolgok kirakva. Ugye erről már múltkor beszéltem, hogy annyira LEGO Star Wars dolgokban nem is érzek mostanában kedvet, nem is nagyon nézem, hogy ugye mit jelennek meg abszolút diskurzust se folytatok ezekkel kapcsolatosan. Igazából egyedül a Probe Droid az olyan, hogy azt, mivel azt nagyon szeretem, ezért lehet, hogy azt majd be fogom szerezni. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a rovatnak a sorsa. Más dolgok vannak, amit most így lekötnek, a LEGO most egy kicsit kevésbé. Na de, nem is ezt a témát akartam igazából mára hozni, hanem megint a figuratalpakról lesz szó, aminél ugye mondhatjuk, hogy már egy live-ban szerepelt, legalábbis beszéltem már a témáról érintőlegesen, de akkor csak úgy beszéltem. Ugye, hogy ilyen talp van, meg olyan talp van, stb. És hát azt láttam az elmúlt időszakban is, hogy még valamivel rutinosabb gyűjtőknél is föl szoktak merülni kérdések, hogy ez vagy az a talp, az most jó-e, vagy nem jó, vagy ehhez jó-e, stb. Ezért úgy gondoltam, hogy megragadom az alkalmat, hogy ugye a gyűjteményem most ugye bezacskózva
talpmentesítve várja azt, hogy újra kirakosgassam. Ezért összegyűjtöttem ma az összes fajta figuratalpat, ami nekem van, és úgy gondoltam, hogy mindegyiket megmutogatom, és elmondom, hogy nekem mi a véleményem róla, mihez jó, mihez nem jó, stb. Hát 25 féle figuratalpam van. Tehát azért az nem kevés. Nem tudom, hogy másoknak van ennyi, vagy nincs, vagy nem tudom. Biztos nem ez az összes fajta, mert ugye én is tudok olyanokról, amiből nincs, de nekem nagyon sokféle van. Ez kétségtelen tény, és hát tapasztalatom is van velük kapcsolatosan, úgyhogy nagyjából azért el tudom mondani, hogy mi a helyzet, és akkor, hogyha legközelebb valakinél majd felmerül, hogy milyen talp vagy ez milyen, vagy az olyan, akkor meg majd csak megmutatjátok neki ezt a live-ot, vagy belinkelitek, hogy na, itt el van mondva a tuti, vagy nem. No, közben látom, hogy mindenki köszönget, szervusztok, mindenkit köszöntök. Ferde konnektor, hát szerintem nem a konnektor Ferde egyébként, hanem maga a laptop, bár lehet, hogy a konnektor is Ferde, de megfogtad a lényeget. Az a lényeg. No, be is kezdenék, mert tényleg rohadt sok talp van, de még, ja igen, egy pillanatra még akartam mutatni valamit, tehát hogy a gyűjteményem ugye bedobozolva, bezacskózva áll jelenleg mindenféle helyen, tehát szekrényben, meg szekrény mellett, meg mindenhol, és hát ezt körülbelül így kell elképzelni, hogy ilyen rakaszok vannak, meg kartondobozok, meg minden, úgyhogy van egy pár cumó. Ezt így nem dicsekvésnek szánom, csak időről időre szoktam néha kapni olyan dolgokat, hogy nekem ez nincs, vagy az nincs, vagy éppen nem mutogatok komplett figurákat, meg mindent, tehát szoktam kapni ilyen bántó dolgokat néha, és azért így mutatnám, hogy azért van mit kirakosgatnom. Igazából nyilván nem annyi, mint sokaknál másoknál, mert nekem is van olyan gyűjtő cimborám, akinek gyakorlatilag az egész tököm tudja hány négyzetméteres kertes ház az csurig van vitrinnel meg figurával, tehát én nem állítottam soha, hogy én lennék a legnagyobb gyűjtő, vagy akármi. Tehát sok cuccom van, de pontosan tudom, hogy nagyon sokaknak meg még több, tehát nem, de ez nem is egy ilyen verseny dolog. Csak így ezt így megmutatnám, így név nélkül annak az úrnak, akitől egyszer-kétszer ezt így megkaptam kekeckedésként. No, akkor vágjunk is bele, hogyha ti is úgy gondoljátok. Vége van a felújításnak, irigyellek. Hát annak sosincs vége, tehát egy fázisnak van vége. Mondjuk úgy, a nagyszoba festésnek van vége, hogyha valakit így konkrétan érdekel. Nagyszoba festésnek, nagyszoba parkettázásnak, WC és fürdőszoba festésnek, illetve nagyszoba bútor cseréjének, de annak még nem nincs teljesen vége, mert még a vitrinemet nem raktam össze, illetve még nem pakoltuk bele vissza a cuccot. De ez csak egy fázis, tehát utána majd jön a kis szoba parkett, a kis szoba festés, de az még majd egy hónap múlva körülbelül. Hát tudjátok, hát azért nagy többségeteknek legalább egy felesége azért van, vagy barátnője, vagy valaki, aki mindig kitalálja a feladatot, úgyhogy ezeknek sosincs vége. Hogyha a világban férfiak lennének, akkor mindenki fabarakokba lakna egy darab vaságyjal, meg egy éjjeli szekrénnyel, és mindenki tök jól el lenne, de hát asszonyoknak köszönhetően ez azért nem így szokott lenni. No, de tényleg ne is ilyen hülyeségekről beszélgessünk, hanem a talpakról. Mert hogy magam elé nézek, kurva sok talp van itt, úgyhogy vegyük is át őket sorba. Segítségemre lesz három darab úriember. Szakállas Medin bácsi a Vintage Star Wars-ból, azért ő, mert ő volt a doboz tetején, és így egyet kikaptam. Igazából ővele fogom a Vintage Star Wars figurákat szimbolizálni, egy G.I. Joe Blastoff Vintage-ből, ő fogja most megtestesíteni a Vintage G.I. Joe figurákat, és mivel a legfrissebb érkezőm a Mion Onint nevezetű modern Star Wars figura, ezért ő fogja a modern Star Wars figurákat megtestesíteni. És hát kezdjük is a talán legrégebbi, legalapabb talppal, ami rendelkezésemre áll. Ez a standard, eredeti, fekete színű, 1988-as vintage G.I. Joe talp. Vintage G.I. Joe talp, tehát ez ahhoz jó.
és nagyjából még a vintage Star Wars figurákhoz lehet felhasználni, hogyha ezt nem is jót mutattam, mert véletlenül a kamut fogtam meg, szóval ő az eredeti, és már rögtön láthatjátok is, hogy a kamu meg az eredeti talp között igazából első látásra különbség nincs, csak hogyha nagyon közelről nézzük meg. Szóval, melyik az eredeti? Ez az eredeti. Jó. Tehát, hogyha ilyen vintage G.I. Joe talpat szeretnél, akkor van igazából a legnehezebb dolgod. Ezeket a vintage talpakat figurák mellé adták elsődlegesen, accessori pakkokban volt annak idején a vintage érában megszerezhető, és nagyjából ennyi. Tehát volt egy idő, amikor pakolták a figurák mellé ezt a sima fekete színűt, ami egyébként egy nagyon kellemes és jó minőségű kis talp, a G.I. Joe-hoz pont megfelel, de mondom, vintage Star Wars figurákhoz is gyakorlatilag tökéletes, méretileg is tökéletes, anyagában is jó. Annyi, hogy én azért gyerekkoromban jó párnak beletörtem a talpába a peget, tehát azért ott nem a legmasszívabb a pegje neki, de azért így megtartja. Úgyhogy igazából véve ez egy nagyon-nagyon jó kis talp, és relatíve eredetit ebből nehéz beszerezni, mert hogy a hamisítvány az, ami az uralkodó. Ha láttok eBay-en, Kínából, Hongkongból, tököm tudja milyen helyekről, sok-sok vintage G.I. Joe talpat, ami képen úgy néz ki, mint az eredeti, akkor az hamis. Tehát ez tény. Miben manifestálódik az, hogy ez a talp nem jó és kamu? Az, hogy a peg, várjatok, hogy rakjam, hogy látszódjon, hogy a peg, na várja, vastagabb. Most ez nem igazán szemléletes, de talán így látszik, hogy az eredetinek vékonyabb és magasabb a peg, a kamunak alacsonyabb és szélesebb. Ez eléggé kártékony dolog, mégpedig azért, mert hogyha belerakjuk a G.I. Joe-nak a talpába, akkor amint látható az eredeti, az tökéletesen belemegy, a kamu meg szorul. Most ennek még istenes a dolog, mert ennek, hogyha akarom, akkor belenyomom a talpába, de amint látszik, nem megy be teljesen. Ez azért van, mert vastagabb ugye a peg, és ezért szokott az lenni, jó, hogy le is repül róla, ezért szokott az lenni, hogy az ilyen kamu talpak el tudják törni gyakorlatilag a G.I. Joe-nak a bokáját. Tehát egy ilyen egész darab így fogja és kitörik belőle, sajnos jártam így, nem is volt kellemes, egy Dog Swiper D2 volt, vagy Sludge Viper, valamelyik Echo Warriors-os Cobra volt, de már nem emlékszem, hogy melyik. És hát ez bánta, úgyhogy erre nagyon figyelni kell, hogyha főleg, hogyha Ázsiából rendeltek ilyen Joe talpat, akkor az nem biztos, hogy jó lesz. Abban az esetben jó, hogyha már a G.I. Joe pack-holja kicsit ki van tágulva, akkor bele lehet rakni, és akkor pont passzentos, de igazság szerint ezt a talpat leginkább kerülni kell. Sokan szoktak úgy segíteni ezen a dolgon, hogy fogják, és ezt a peget, ezt elkezdik csiszolni. Tehát így gyakorlatilag smirgli papírral, vagy darabot vágnak le belőle, vagy akármi, és akkor úgy állítják rá a figurát. Úgy jó lehet, én nem mondom, hogy nem, de hogyha már egy ilyen talppal ennyit kell egyenként baszakodni, akkor azért nem annyira frankó megoldás ez, főleg, hogy van rá ugye olyan megoldás, ami azonnal jó, és amit nem kell csiszolgatni. Olcsó ez a kínai szartalp, én nem azt mondom, de igazából nincs értelme használni, már én sem használom őket, gyakorlatilag egy dobozban van egy pár darab, ami van. Amihez viszont jó lehet még ez a kínai talp, az bizonyos vintage Star Wars figurák, akiknek szintén valamennyire ki van tágulva a pekhója, vagy aminek kicsit rugalmasabb anyagból van a bokája, annál lehet használni és rá lehet állítani, de hát amint látjátok, ebbe is elég nehezen megy, és hát a levegőbe áll, tehát nem is lehet teljesen ráhúzni, nem is szabad erőltetni, tehát hogyha egy ilyen akármilyen talpra nem megy rá normálisan a figura, ne erőltessétek, mert csak kárt okoztok vele. Szóval a kamu kínai talp az nem jó.
az eredeti a frankó, és külön megemlíteném, hogy gyakorlatilag az írás, ami alul van, tehát ezt a kínaiak úgy csinálták meg, hogy ténylegesen fogták és teljes mértékben lemásolták, csak a peghol méretet nem sikerült jól belőni. Még itt a felülete is, ez a kicsit ilyen márványos jellegű felület, még az is ugyanolyan, meg az anyaga is ugyanolyan, tehát majdnem tökéletes, csak a peg méret nem fasza. No, Vintage G.I. Joe talpból még vannak egyéb variációk is. Lehet találkozni különböző színes talpakkal is. Az ilyen barna meg zöld talpak, azok jellemzően ilyen accessori pakkokban voltak annak idején. És jellemzően ezek eleve tényleg kicsit vastagabb pekhollal bírnak, mint a fekete, én úgy vettem észre. De ennél is előfordulhatnak kamuk. Tehát a kamuk nem csak fekete színben léteznek, hanem ilyen színesekben is. Úgyhogy igazából csak akkor mehetsz biztosra képről, hogy ez egy eredeti G.I. Joe stand, hogyha valami olyan elcseszett színű standet látsz, ami nincs az ilyen kínai eBay eladóknál. Egyébként, hogyha ezekből sikerül eredetit kifogni, akkor teljesen ugyanolyan jellemzőkkel bírnak, mint a fekete eredeti G.I. Joe talp, mert hogy elvileg ugye az is. Tehát most ez remélhetőleg igen. Tehát ezen gyönyörűen belemegy, nem kell erőltetni meg semmi ilyesmi. Star Wars figurához is teljesen jól használható. Tökéletesen belemegy és tökéletesen tart. Tehát ezeket kell igazából hajtani, az eredetit, de ez az a kategória, amit nem fogsz megkapni, mit tudom én, 50 forintos darabáron. Sajnos. Tehát az eredeti régi Joe talpak azok több pénznél kezdődnek. Hát nem tudom, én amikor utoljára vettem olyan nagyobb pakkot, olyan 150 forintért azért ki lehetett hozni darabját, de lehet, hogy még ennél is több. No, amit előbb mutattam, léteznek ugye ilyen színes G.I. Joe talpak is, mindenféle elcseszett színben, ezek eredeti talpak. A figurákhoz adták őket, jellemzően 92, 93, 94 környékén. Olyan színben adták őket, ami illett éppen az aktuális figurához. Teljesen mindegy, hogy mi volt ez a szín, UV-narancssárga, citromsárga, kék, zöld, amilyen a figura volt, olyan színben gyártották le, és ez konkrétan ennek a Blastoff figurának a saját talpa, úgyhogy nyilvánvalóan teljesen illeszkedik is rá, de természetesen a vintage Star Wars figurákhoz is teljesen jó. Igazából hát igyekezni kell szerintem, hogyha van olyan Joe figuránk, amihez megvan a gyárilag hozzáadott talp, akkor az azért maradjon meg őnála, legalábbis én erre szoktam törekedni, tehát nem érdemes utána összevariálni őket. Létezik még egy vintage G.I. Joe-hoz árult talp, illetve hát még több is, ahogy lenézek az asztalra, de ami még viszonylag gyakran elterjedt, ez az úgynevezett Small Joe's talp. Most erre a konkrét példányra nekem jojo.com van írva az aljára, de van olyan is, amin Small Joe's felirat szerepel. Ez egy nagyon baba kis talp. Valamivel keskenyebb, mint a gyári, mondjuk úgy. Az anyaga is egy kicsikét más, tehát kicsit ilyen kopogósabb műanyagból van, míg a másik. Hát más a hangja, egy picit talán lehet itt érzékelni. Más anyagból van tapintása is, vannak rajta ilyen öntési nyomok, amint az látható, de ettől függetlenül teljesen jól funkcionál, és vannak az alján ilyen kis bútorláb jellegű kitülemkedések, amik így tök jól megtartják a magát, az egész talpat, kevésbé csúszkál gyakorlatilag, vagy tud csúszkálni mondjuk úgy a vitrínbe. Ennek a peg mérete teljesen jó, tehát gond nélkül föl lehet rakni akár G.I. Joe-ra, akár vintage Star Wars figurára, tehát ezek nagyon-nagyon jó talpak. Hátránya, hogy ez azért drágább egy picit, tehát ez szintén nem a kínai kategóriás talp, és ugye ezeket Amerikába gyártotta ez a Small Joe's nevezetű oldal, tudtommal, és tőlük lehetett ilyen 100-as, 200-as, 300-as pakokba
megvenni, és rohadtul nem érte meg egyébként, mert annyi posta volt rá, mint az állat, tehát ilyen 1000 talpat kellett venni, hogy normális ára kijöjjön. Emlékszem rá, még így gyűjtési karrierem kezdetén többször is akartam onnan rendelni, de egyszerűen soha nem jött volna ki normálisan, tehát amikor, mit tudom én, 100 darab talpra $36 volt a posta, az nem jött ki jól, na. Tehát nyilván el kell ilyenkor gondolkodni, hogy mi éri meg. Nek ellenére ez egy tök jó talp, szerencsére már nem is tudom honnan, azért van egy pár ilyenem is, és használtam is, amikor éppen a G.I. Joe-k voltak a vitrínben. Na, ezek voltak a Joe talpak, és akkor van még 3 vintage talpam, aminek mindegyike használható vintage Star Wars és vintage G.I. Joe figurákhoz is. Ezekkel rendszerint az eBay-en lehet találkozni, rendszerint Nyugat-Európából, tehát több helyenről is meg lehet őket rendelni, Hollandiából, de főleg Angliából, tehát vannak ilyen angol figuraboltok, meg eBay shopok, akik kifejezetten ugye ilyen gyűjtő accessorikat árulnak, tokokat, meg különböző ugye azt a átlátszóhengert, meg figuratalpakat, és ők forgalmazzák ezeket az áttetsző, különféle pegméretű talpakat. Na most a legáltalánosabb ugye ez a kis nagyon pici áttetsző műanyagból készült vastagpeges, tehát vintage figurákhoz pozícionált darab. Igazából a pegmérete tök jó, tehát használható Joe-hoz is, vintage Star Wars-hoz is, hol így árulják, hol úgy. Tehát igazából ugyanaz lesz a termék, hogyha látod egy eladónál, hogy mit tudom, 100 vintage G.I. Joe talp, és akkor látod ezt a talpat, vagy 100 vintage Star Wars talp, és akkor látod ezt. Tehát ugyanaz a cumó, csak hát nyilván marketing okokból hol így, hol úgy rakják föl. Na most amint látszik, itt hát ez szinte, ez nagyon jót vettem ki, szinte a Joe-nak a lábába gyakorlatilag így beesik, és ez nem csak ennél a Joe-nál fordult elő, hanem nagyon sok másnál is. Star Wars figurákhoz ez azért jobban beszokott jönni. Na most ennek a talpnak van előnye is, meg hátránya is. Az előnye kétség kívül az, hogy olcsó. Tehát, hogyha sokat veszel belőle, akkor ez az egyik legolcsóbb talp, amihez hozzá lehet férni. Ez önmagában nem is baj, és alapvetően minőségi darab, tehát nem arról van szó, hogy gagyi lenne. Előnye még az, hogyha vitrínbe tárolsz sok figurát, akkor nagyon fontos a helykihasználás. És a helykihasználás az a talpon is múlik. Tehát, hogyha ekkora talpakra rakod mondjuk a figurákat, akkor sokkal kevesebb figura fér el, mint hogyha pici talpra. Na most éppen ezért helykihasználási szempontból ez a kicsi vintage talp, ez jó. És nekem is nagyon sok vintage figurám van ilyen kis talpat. Ugyanakkor a probléma az ott van, hogy nem minden figurának ennyire keskeny a lábtartása, mint ennek. Vannak ugye terpesztesebb darabok, vagy nagyobb karakterek, amiket viszont ez a pici talp nem mindig megfelelően támaszt meg. Tehát, hogyha ezt a medint ilyen talpra rakom és berakom a vitrínbe, akkor az jól fog állni. De ha már mondjuk egy Gamorrean Guard, vintage Gamorrean Guardnak a lábára rakod, ott már csak az egyik lábat fogja elérni, és a másik lábnál akár billeghet. Nem biztos, hogy fog, de akár billeghet is, vagy el is dőlhet, úgyhogy arra nem feltétlenül ez a legmegfelelőbb talp, de az ilyen vékony dongájú vintage Star Wars figurákra tökre megfelel. Na most ennek van egy rokona, aminek az a neve, hogy egyen nagyobb, és szintén köralakú, ugyanúgy peremes, ugyanúgy vintage peges darab, ami hát ugyanúgy vintage figurákra van kihegyezve, tehát elméletileg G.I. Joe meg Star Wars figurákhoz árulják, de jobb a mérete. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy ez már azért jobb, mint ez a kicsike. Nagyobb figurákhoz is megfelelő, úgyhogy a nagyobb vagy kicsit instabil vintage figurákhoz én ezt a nagyobbat szoktam használni. Jó persze ezekhez is, nyilván ennél már nem lesz annyira jó a helykihasználás, de azért elférnek így is. Tehát igazából szerintem itt a talpazásnál, hogyha
nem arra vagy rágerjedve, hogy a vitrínben mindennek ugyanolyan legyen a talpa, mert egyébként megértem, biztos, hogy van olyan ember, aki szereti az egységes összképet, és szeretné, hogy csak ugyanolyan talp legyen minden figurája alatt, ami egyébként majdnem, hogy kivitelezhetetlen, de mindegy, ezt hagyjuk is. De hogyha te nem ragaszkodsz ahhoz, hogy ennyire egységes legyen a kép, akkor viszont mindig játszani kell. Tehát az adott figurához mindig meg kell találni a sokféle figura talp közül, hogy éppen melyik neki az optimális, és úgy kell egymás mellé rakosgatni őket, hogy a helyet a legmegfelelőbben ki tud használni. Továbbá sok olyan talp van egyébként, amin több pack hol van, és azzal is lehet, vagy több pack van, és azzal is lehet játszani, hogy egy talpra több figurát állítasz rá. Persze ez nem minden figuránál játszik, mert ugye vannak tényleg olyan terpeszes lőállásban lévő figurák, aminél annyira nem elég, hogyha csak egy lábát támasztom meg. No de, ez egy jó darab, és ezeket is főleg Angliából, Hollandiából lehet beszerezni, ilyen 10-es, 20-as, 50-es pakkokban, ilyen nylon zacskóban szokott lenni, és mit tudom én, Star Stand, vagy nem tudom, valami ilyesmi márkája szokott neki lenni. Teljesen jó, én kedvelem ezeket a talpakat. Ami még vintage talp, és én egyébként kedvelem, de drága. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy nem nagyon van ilyen talpam, mert hogyha rendel az ember, akkor nyilván általában mennyiségre szoktunk menni. Tehát ha már rendelek talpat, vagy beszerzek talpat, akkor jöjjön 100, vagy mit tudom én, hogy legyen itthon. Na most ebből egy kicsit húzósabb lenne, hogyha sokat rendelne az ember. Nagyjából ugyanazok az eladók, shopok, játékboltok szokták forgalmazni, akik ugye ezt a két kör alakút, tehát ezeket a star standeket, de ez az egyel magasabb kategóriájú talp, amire ilyen különböző logós matricákat szoktak rakni. Na most ugye ez egy téglalap alakú talp, következésképpen nagyon jól rakhatóak egymás mellé, és általában vagy Kenner, vagy palitoj matricával elérhetőek, ami egyébként tökre impozáns, tehát egy jól elhelyezett Kenner logó a vintage Star Wars figurák alatt szerintem nagyon-nagyon jól tud kinézni. Ezek a talpak is tök jól néznek ki, és minőségiek vastagabb anyagból vannak, mint mondjuk ezek, mert ugye ennél van egy perem, és akkor ugye itt egy ilyen vékony lapocska gyakorlatilag az egész, ez meg tömör, tehát ez egy tömör öntött átlátszó műanyag, és valamivel masszívabb a pegje is. Tehát nagyobb is, meg hát vastagabbnak ugye nem vastagabb, de látszik az öntésből, hát nem tudom, hogy mennyire látjátok, hogy az ott úgy rendesen meg van csinálva, nem ragasztva van, vagy akármi. Úgyhogy ezek nagyon jó kis talpak, de jellemzően drágábbak a Kenner, meg Palitoy, stb. Logók miatt, mint az ilyen kis sima kör alakú talpak, úgyhogy nagyon sok ilyen talpam azért nincs, noha azért nem néz ki rosszul. Szóval hozzá kell tenni, hogy hiába van ezen Kenner logó, vagy Palitoy logó, természetesen ezeknek semmi köze nincsen ezekhez az eredeti cégekhez, tehát ezek utángyártott darabok, 2000-es évekbeliek, vagy 2010-es évekbeliek, akkor gyártották ezeket a talpakat, és nyilván csak esztétikai okokból rakták rá a Kenner logót. De egyébként egy vintage Star Wars figuránál kifejezetten jól tud kinézni a vitrínbe. Elméletileg ugye jó G.I. Joe-hoz is, mert a G.I. Joe-nak meg a vintage Star Wars-nak hasonló a peg mérete, de hát amint látjátok, azért kicsit laza kiesik belőle viszonylag könnyen, úgyhogy hát érdemes ezeket inkább Star Wars figurákhoz használni, bár biztos van olyan Joe, amihez meg pont jó. No, ezek voltak a vintage talpak, akkor most egy picit megnézem a kommenteket, hogy hol tartunk, és akkor utána áttérek a modernebbekre is. Azt mondja, hogy droidot kell venni, annak nem kell talp. Tényleg? Ez nincs így. Attól függ, milyen droidot. Nyilván, hogyha astrodroidod van, annak nem kell talp, de föl tudok sorolni elég sok droidot, ami marhára nem áll meg talp nélkül. Például a Power of the Force-os Death Star droidot, azt kifejezetten gyötrelmes talp nélkül megállítani, de mondjuk az általában az esetek 99%-ában teljesen az a vintage 3PO-kat, meg removable limbs 3PO-kat sem tudott talp nélkül megállítani. Tehát ez, hogy droid,
Hát van olyan droid, amihez nem kell tart valóban, de azért sokhoz meg kell. Tehát ez változó. Láttam olyat, aki még gomb droidra is rakott talpat, tehát ez teljesen változó. Azt mondja, hogy csak a talp annyiba kerül, mint a baba. Hát nem. Tehát legalábbis ritkán látok olyat, hogy mit tudom én, egy talp, most mondok valamit, 150 és 500 forint között mozog darabáron. Ritkán látok olyat, hogy mondjuk 500 forintos talpon 400 forintos figurát tárolnak, tehát azért ez nem feltétlenül így szokott lenni. De, ja. Azt mondja, hogy utángyártott? Na, de te azokat súlyosan megveted, nem? Ez más tészta egy kicsit, tehát ez nem repro talp, hanem konkrétan egy talp, ami használható többféle célra. Tehát nem ugyanarról beszélünk, ez nem egy repro fegyver, nem egy repro matrica, nem egy akármilyen ilyen cumó, hanem egy tároló edény, amiből adott esetben nincs eredeti. Tehát eredeti vintage Star Wars talp az nincs, mert hogy akkor még nem adtak standet a figurák mellé. Tehát ha mondjuk vintage Star Wars figurát ki akarsz rakni a vitrínbe az alá, nem tudsz eredeti talpat venni, mert nincs. Tehát itt ebben az esetben nincs ilyen, hogy utángyártott vagy sem, hanem talpgyártók vannak, majd mindjárt lesz olyan, hogy utángyártott, mert itt a modern talpaknál már létezik olyan, meg hamisítvány, meg mindenféle. Tehát azért az a Joe-nál elmondtam, hogy melyik a kamu, meg melyik a nem. Jó, megyek tovább, azt mondja, hogy IG-100 TCV megáll, mert akkor a talpa, de a Gömböc B2 talpon sem marad meg. Hát igen, erre mondtam, hogy droidja válogatja. Tehát van olyan droid, ami jól megáll, de azért valamelyik meg nem. Mondom, nekem kifejezetten a Power of the Force-os Death Star droid az, ami nagyon cseszi a csőrömet, mert hogy abban a talp sem ment bele normálisan, ilyen merev anyagból van a lába eléggé, és a lyuk meg meglehetősen szűk, és úgy nagyon nem akar rámenni a talpra, és úgy félek, hogy eltörik, ezért saját lábán rakom ki, és mindig eldől. Tehát így körülbelül azt két naponta állígatom föl a vitrínbe, mert valahogy mindig eldől. Eleve mondjuk egy kicsit ilyen terpeszes állásban van, ami nem segít a dolgom, úgyhogy hát ott jó lenne, ha lenne egy olyan talpam, ami rámegy, de akármelyiket próbáltam idáig alá, az nem volt megfelelő. Ilyen is van, tehát hiába van ennyiféle talp, mert rengeteg talp van, nem mindegyik jó mindegyik figurához, és van olyan figura, amihez meg egyik sem jó. Bizony, tehát konkrétan vannak olyan klónjaim, Bakara, azt hiszem például a Revenge of the Sith-ből, meg a ugyanazok a klónok, amik ilyen Bakara alapúak, a Battlefrontosok, azt hiszem Battlefrontosok, ilyen heavy, meg mit tudom én, azoknak olyan pici a pack hole a lábán, mondjuk úgy harmad akkora, mint egy normál figurának, hogy teljesen mindegy, hogy milyen talpra rakod, nem tartja meg. Tehát csak így föl lehet rakni a pegnek a tetejére, és akkor így a Szentlélek egyensúlyozza ott őket gyakorlatilag, mert azt így valamiért így csinálták meg, nem tudom. Úgyhogy meg kell találni minden figurához a megfelelő talpat, de van, amihez egyszerűen nincs megfelelő. Na, menjünk is tovább. Modern Star Wars talpak, ugye innentől most a G.I. Joe kiesik, köszönjük Blastoffnak a közreműködést, mert Modern Joe-t azt ugye nem nagyon engedek be a lakásba, gyakran csöngetnek meg ilyenek, de sosem nyitok ajtót. Úgyhogy innentől most csak modern Star Wars lesz a dolog. Az első gyári talp, ami kijött úgymond az ilyen modern Star Wars figurákhoz, az gyakorlatilag a Comtech chip volt 1999-ben, amiről ugye annak idején írtam nektek cikket is, többet is, úgyhogy már biztos mindenki tudja, hogy mire jó ez a Comtech chip. Lényeg a lényeg, hogy ugye ennek nem a talp funkciója az elsődleges, hanem itt ugye ezt úgy találták ki, hogy egy ilyen Comtech chip olvasóba belerakva ugye ilyen hangmintát játszik le az adott karaktertől, de ha már egy ilyen chipet adtak a figurákhoz, akkor volt annyi agya a Hasbro-nak, hogy rakott rá egy peget, úgyhogy rá lehet állítani az adott figurákat. Ugye ezt az epizód 1-es sorozatban használták, a Power of the Force sorozat legvégén is megjelent néhány olyan figura, ami mellé adtak ilyen contact chipeket, és igazából azokhoz a figurákhoz, amihez adták,
teljesen megfelelő. Tehát én nekem azt hiszem nagyon kevés epizód 1-es figurám van a Mithrinbe kirakva. Az egyik az az a TC-14, aminek ez a Comtech chipje, és azt a droidot teljesen jól megtartja, de adott esetben, hogyha nincsen más, akkor más modern figurát is rá lehet rakni, mert egyébként a PEG mérete teljesen megfelelő, és egyébként mint stand nem rossz, egy picit vastag, de stabilan áll a helyén, és hosszúkás, téglalap alakú, tehát relatíve helytakarékos is, úgyhogy egyáltalán nem egy rossz darab. Ez gyári, ugye? Szóval hozzá kell tenni, hogy epizód 1-es figurák gyakran maradtak fönn úgy, hogy megvan hozzájuk ez a chip, tehát lehet úgy venni őket, hogy megvan hozzá, illetve külön is gyakran előfordulnak ilyen gezemicés figura pakkokban, úgyhogy ha éppen nincs más, akkor ez is megfelelő, és bármilyen modern figurát rá lehet rakni. Úgyhogy nincs ezzel gond. Következő gyári talp, amiről beszélnünk kell, az a Saga sorozatban jelent meg, és jellemzően a 2004-es Saga figurákhoz adtak ilyen talpakat, például a General Lando-hoz, meg azt hiszem a Snowtrooperhez, meg nagyon sok minden más figurához is, ami egyébként egy nem rossz talp, egy meglehetősen kis impozáns kis dobogóról van szó, amiben ugye van egy Star Wars feliratunk is, és egy darab pegünk van gyakorlatilag ilyen féloldalasan. Ugye az fontos, hogy nem mindegy, hogy hol van ez a peg a standen, hiszen ugye két lába van egy figurának, és mind a kettőnek el kell férnie. Most ezeknél a kör alakúaknál beszéltünk róla, hogy az egyik láb az sokszor nem fér rá. Na hát ennél fölfér, ennél bőségesen van hely még egy nagyobb figurának is. Viszont óriási hátránya, hogy nagy. Tehát ez bizony nem minden figurához optimális, még azok közül sem, amihez adták, mert egész egyszerűen kilométeres helyeket foglal el a vitrínben, de jellemzően elég univerzális, tehát nem csak a szagasorozatú figuránkhoz lehet felhasználni, hanem későbbiekhez is, de mondom, van, amihez mondjuk ez a gyári talp sem megfelelő, de nem néz ki rosszul. De amint látjátok, például ez a Miom egy viszonylag kisebb méretű figura, nem is vaskos, meg nem is magas, ehhez például túl nagy, tehát esztétikailag egy kicsit hogy mondjam, ő egy kisebb talpon talán jobban tudna mutatni, de nagyon jó kis talpak ezek is. A következő fejezet az a mélységek mélysége, hogy így fogalmazzak. Közben látom Gergő, hogy gezemicés pak, hát ezt most úgy szoktam hívni mostanában az ilyen csomagokat, hogy gezemice, vagy vegyes, vagy mit tudom én, amiben mindenféle cucc előfordul, figura alkatrészek, ilyen-olyan figurák, törött figurák, ami ilyen vágott vegyes, érted? Ami nem az, hogy konkrétan van benne 5-6-10 jó figura, hanem ilyen mindenféle vegyes hulladék, és akkor abba gyakran elő szoktak fordulni ilyen külön gazdátlan Comtech chipek, tehát ezt így értettem. No, tehát a következő talpunk az tényleg a legalja, amit a legkevésbé szeretek az összes közül gyakorlatilag. Ez a 2005-ös Revenge of the Sith figurák mellé adott gigantikus méretű kis diorámás, terepdarabos csoda. Ami első látásra úgy tűnhet, hogy ez egy tök jó valami, és milyen ötletes, hogy ilyen kis dioráma darabot adtak a figurák mellé gyakorlatilag, de hát amint megpróbálsz rárakni egy akármilyen figurát, már rögtön elmegy a kedved az egésztől. Mert hogy ezek nem sikerültek túlságosan jól. Kezdjük ott, hogy ezekből olyan, azt hiszem, hogy háromféle van a Revenge of the Sith sorozatban. Én a legtöbbször ezzel a füves tájjal találkoztam, de ugye van olyan, ami kicsit ilyen szalagszerű, az azt hiszem, hogy az R2 figurához volt például. És hát az a gond vele elsődlegesen, hogy bazi nagy. Tehát most egy más talpakkal összehasonlítva, még ezzel a kifejezetten nagy Saga talppal összehasonlítva is, tehát alig lóg ki mögüle, és hát fölül, alul gyakorlatilag még ennél is jóval nagyobb, és hát nem éppen a jó hely kihasználásáról híres, hiszen nem szabályos alakú, hanem ilyen össze-vissza.
De tényleg egy átlagos, most mit tudom én, egy Joe talaphoz képest, most mondok valamit, ez ekkora, tehát négyszer akkora. Tehát egyáltalán nem jó helykihasználással bír mondjuk egy vitrínbe. De ez még a kisebbik probléma. A nagyobbik probléma az, hogy azokhoz a figurákhoz se jó az esetek sok részében, ami mellé csomagolták. Egészen pontosan a klónoknál szokott ez problémát jelenteni, hogy ugye ezen van egy darab peg itt, és ennek nem jó a mérete. És abszolút nincsen összhangban a peg hollal, ami az adott figurának a lábán van. Tehát nagyon sok olyan figura létezik, hogy így rárakod, és így elpottya. Tehát egyáltalán nem áll meg rajta, sehogy. És tényleg konkrétan amellé csomagolták, tehát ahhoz lenne való. Na most ezért utálom ezt a talpat. Nem is szoktam használni, tehát így külön ilyen zacskóba be vannak ezek dobálva, és más talpakat szoktam inkább használni. Csak mondom, ha már ilyenem is van, akkor megmutatom. Nem is egy ilyenem van, hanem nem tudom, tizenvalahány, vagy nem tudom, így szerteszéllyel különböző dobozokba, de nagyon nem csippantom őket. No, mielőtt tovább megyünk, megnézem, hogy mit kommenteltetek. Szóval, hogy Mustafar és űrhajó belső van még, és Ronda nem illeszkedik. Igen, azok sem túl jók. Ja. Azt hiszem az űrhajó belső az, ami az R2-hoz van, és még az a legnormálisabb a három közül. Úgyhogy, hát azok a Revenge of the Sith-es talpak, azok nem éppen a jóságukról híresek, hogy így fogalmazzak. No, a következő gyári talpunk, és egyúttal ezt a talpat, ezt kedvelem, mert szép, az a Saga Collection figurák mellé adott neves talp. Ugye, amint látjátok, a karakternek a neve, jelen esetben itt a Garindan, rá van konkrétan írva a talpra. Ez ugye akkor még nem jelent problémát, amikor ugye kibontasz egy figurát, hiszen ott a Garindan mellé van adva a Garindanos talp, amire rárakod. Ez tök jó ki lett találva, de amikor hozzád kerül mondjuk szintén ilyen gezenic és pakból mondjuk egy csomó talp, és van benne adott esetben 10-15 ilyen neves talp, aminek a figurája nincsen meg, akkor már problémát jelent esztétikailag egy kicsit, hogy mondjuk a Garindan talpra ráraksz egy Snowtroopert vagy akármit, az úgy nem mindig adja. Tehát egy kicsit feleslegesen írogatták rá a karaktereket, de mondom, hogyha megvan a figura, akkor jól néz ki, hogy rajta van a karakternek a neve a talpon. Ezt leszámítva ez egy kicsit nagyobb talp szintén, de nem annyira nagy, mint a szagás, tehát egy leheletnyivel kisebb. Főleg ezekkel a kiálló hülyeségekkel nagyjából, ami ugye itt a szaga talpon rajta van. És hát éppen ezért egy kicsit jobb helykihasználású talp, mint az. Ez is egy icipicit azért nagy, de azt hozzá kell tenni, hogy itt a Saga Collection-ban azért jelentek meg nagyobb darab figurák, tehát egyáltalán nem véletlen, hogy egy kicsit nagyobbat használtak. A pegje az jó hosszú, tehát biztonsággal rá lehet állítani nagyon-nagyon sokféle figurát, még a nagyobbakat is, és jó a vastagsága is. Hát ugyan most Mion egy kicsit el fog veszni ezen a talpan, de amint látjátok, tökéletesen megtartja, úgyhogy ezek minőségi frankó talpak, ha ilyen van, akkor azt azért mindig meg szoktam tartani, annak ellenére, hogy mondjuk nincsen meg az a karakter, aminek a neve rá van írva, majd egyszer meg lesz, és akkor jól fog hozzájönni a talp. No, következő gyári talpunk, és egyben az utolsó gyári talpunk mára, illetve nem, mert még egy lesz majd a végén, az a Clone Wars-os talpak, már itt Krisztián biztos, hogy vártam, mert már említette ott valahol följebb. A Clone Wars-os talpak, amiből hát van sokféle. A legáltalánosabb ez az ezüst, ilyen kicsit értelmezhetetlen alakú, kettő peggel ellátott Star Wars feliratos talp, amin ugye itt van egy ilyen rés, amiben ilyen kártyát lehetett csúsztatni, vagy valami ilyesmi. Tehát itt ennek a résnek is volt azt hiszem, hogy funkciója. És hát viszonylag nagyobb darab, hosszúkás, és több színben is létezik gyakorlatilag ugyanez a talp. Na most, ez a talp ez nagyon sok esetben jó.
sok figurához lehet használni, de nagyon sok esetben meg nem. Nekem nagyjából ez a tapasztalatom. Ez abból fakad, hogy általában a pegek, amik megtalálhatóak rajtuk, azok nem egy méretűek, hanem az egyik az kicsit kisebb, mint a másik. És valamikor úgy jön neki jól a lépés, hogy a kisebbikre kell rakni, és azt még nem mindig tartja meg stabilan. Ezen kívül ennek is a pegje olyan méretű, hogy bizonyos figurákat nem tudsz rárakni egyszerűen. A Mion az azt hiszem, hogy olyan, hogy ez gond nélkül rámegy, de nem. Tehát egy picit a Mionnak is, na az egyikre ráment. De a másik az kicsit vastag volt neki, tehát a pegnek a vastagsága se teljesen ugyanolyan a két lehetőségnél. Kicsit ennek is rossz a hely kihasználása, túl nagy méretű sok esetben, valamikor jobban ki lehet jönni körtalppal, de önmagában nem mondanám olyan nagyon rossznak. Még annyit talán, hogy könnyű. Tehát nagyon könnyű, és sokszor előfordult velem, hogy felállítottam egy figurát erre a talpra, és mondjuk, hogy egy kicsit ornehéz volt, akkor hiába volt talpon, elborult talpastól. Tehát nem annyira frankó megoldás. És azt hozzá kell tenni, hogy ez szintén egy nagyon gyakran hamisított talp, amit kvázi tömegesen lehet Kínából rendelni. Tehát szerintem ugye adták ezt bizonyos figurákhoz, nem is feltétlenül pont Clone Wars figurákhoz, de utána valamelyik sorozatban volt, meg ilyen Movie Heroes-ba, meg ilyenekben mindig beletuszatolták ezt a talpot. Igen, ez a Battle Game talp, köszönöm, tehát az a hivatalos megnevezése. Tehát nagyon sok helyen adták, és szerintem a kínaiak azóta is üzemben tartják ugyanazt a gyártósort, és szarják ki magukból ezeket a talpakat. Úgyhogy ebből van a legtöbb gyakorlatilag a piacon. Ezt elég olcsón lehet egyébként beszerezni. Vannak, akik nem is szeretik, és ezért túladnak rajtuk, mert nekik nem kell, mert más talpat használnak. Nekem sok ilyenem van, a célra sokszor megfelel, de mondom, a mérete miatt sokszor játszani kell, hogy éppen melyik figura alá rakom ezt. Most ugye említettem, hogy más színben is létezik, azt nem tudom, megmondom őszintén, hogy mindegyik színt hamisítják-e, de azt viszont konkrétan tudom, hogy ilyen színű talpakat azt tettek bontatlanokba és későbbiekbe, tehát nem Clone Wars-osba, hanem már valami Mission Series-be, vagy nem is tudom, mert ilyen bontatlanon van, nem is egy, amiben ilyen talp is megtalálható. Úgyhogy talp, és megfelel a célnak, de azért nem ez a legjobb választás általában. Tehát nekem nem ezek a kedvenceim, hogy így fogalmazzak. Jó, menjünk tovább. Akkor jöjjön egy olyan talp, amit viszont szeretek, és nem tudom, mi ennek a hivatalos megnevezése. Én Hollandiából vettem az egyik eBay-es eladótól, akivel üzleteltem. Ezek ilyen kis hosszúkás, áttetsző talpak, peremesek, és kettő darab peg van rajtuk. És ezeket egészen jól lehet összepasszingatni egymás mellé. Méretileg valamivel kisebb azért, mint ez a Clone Wars-os. Nincsenek itt ezek a kitülemkedések oldalt, tehát kisebb is és jobban össze lehet tolni őket. Annyi talán a negatívuma, hogy az egyik peg az nagyon itt a szélén van. Ez nagyobb figuráknál hasznos lehet, mert akkor oda rakod rá a figurát, és akkor a stand közepéig ér a másik lába, vagy még tovább egy kicsit. Hát kisebb figurákat annyira nem érdemes rárakni, mert akkor konkrétan így az egyik oldalán évődik. Nagyjából akkor orvosolható ez, hogyha a másik pegre rakod, megforgatva, és akkor nagyjából középen van. Viszont, mivel két peg van rajta, ezen is, meg egyébként ez igaz a Clone Wars-os talpra, előfordul olyan eset, amikor rá tudsz rakni két figurát is ugye egy talpra, két kisebbet, vagy két vékonyabbat, vagy kettő olyat, amit esetleg egy-egy lábánál kell megtámasztani, és akkor egy talpból meg tudsz úszni mondjuk kettőt, ami helykihasználási szempontból egyáltalán nem mindegy. Tehát ezt hangsúlyoznám, hogy nem mindegy, hogy mekkora talpakat használsz, és nem mindegy, hogy hányat, mert marha gyorsan el tud fogyni a vitrinben a hely, hiába van giga vitrined, meg detolfod, meg bármi, nagyon hamar el tud fogyni, meg nagyon könnyen tele lehet rakni figurával egy nagyon nagy vitrint is, hogyha dolgozol az ügyön. Úgyhogy ezeket a talpakat kedvelem,
Ezek nem is annyira olcsóak, én úgy emlékszem, hogy ilyen 10-es pakkokat kértem belőle, de ilyen 200 forint biztos volt darabja, és pedig nem keveset vettem egyébként belőle, úgyhogy volt mennyiségi kedvezmény is, de jó cucc, tehát ezzel úgy rendben vagyok. Nagyon hasonló minőségűek, ugye ezek a kör alakúak, amit ugye már mutattam vintage peggel. Ezek ugyanazok a star standek, ami létezik vintage peggel és modern peggel is, ugyanazokról a helyekről lehet beszerezni, teljesen ugyanazok a jellemzői, amit már előbb a vintage-nél elmondtam. Megbízható talpak, jó talpak, kicsit talán könnyűek, de itt a perem miatt egészen jól állnak a helyükön. Én ezt a közepes méretűt ajánlom inkább belőle, főleg modern Star Wars figurákhoz, mert azon mutat egyrészt jól, meg a nagyobb figurákat azt tudja megtartani. No, amint látszik például most a Miómnak a talpához, például ez annyira most nem megfelelő, mert erőltetni kéne, úgyhogy ehhez már most kéne egy másik talpat keresnem. Rápróbálom a kicsire is, szerintem a kicsire pont jó, igen. Tehát ezt például egy ilyen talpon fogom tárolni, mert ez neki az optimális. Úgyhogy szerintem próbáljatok meg többfélét venni ezekből, és akkor össze lehet variálgatni, hogy éppen melyiknek melyik a jó. Ilyen kör alakúból találkoztam még egyel, ami nem tudom már, hogy honnan került hozzám, de ez nem teljesen azonos ezzel, se ezzel, mert hogy ez egy kettő közötti méret, méretileg, és teljesen más anyagból van. Vastagabb, nincsen pereme, és ez szintén ilyen öntött áttetsző műanyag, de hát eléggé, amint látjátok, ilyen ködös. Tehát ezen, hogyha itt most a szemem elé veszem, akkor látjátok, hogy ez áttetsző. Ezt, hogyha a szemem elé veszem, akkor látjátok, hogy nem teljesen az, hanem ilyen üveges, nem tudom én, hogy hívják azt. Ennek is jó a peg mérete, mondom, ezt nem tudom onnan lehet beszerezni, mert ez egy ilyen csomagban volt benne, csak kiszúrtam, hogy ez nem teljesen ugyanolyan, és gondoltam, hogy ezt is megmutatom, de ezen is tökéletesen áll a figura, és teljesen rendben van. Lehet, hogy ez valami ilyen házi kendács, vagy valamelyik ilyen figuraboltnak a saját terméke, mert vannak rajta azért csúnyosságok, tehát konkrétan a közepén, hát nem tudom, hogy most mennyire látszik, vagy hogy mutassam, hogy látszódjék, de láttok egy ilyen kört, az ilyen gyakorlatilag öntésnyom, ilyen spirál alakba, ahogy az öntést csinálták, vagy nem tudom, nem biztos, hogy pont amiatt, mert nem vagyok műanyagipari szakértő, de hát itt is látjátok, hogy van például egy ilyen szőr rajta, ahogy ugye levágták, tehát ez úgy néz ki, mintha valaki otthon öntötte volna. Jó, még ötféle talpunk van, aztán ígérem, hogy elengedlek benneteket. Biztos vagyok benne, hogy ez így effektíve nem annyira izgalmas, hogy ilyenekről beszélek, főleg azoknak, akik otthon vannak a talpak területén, de egy új gyűjtőnek, vagy annak, akinek kérdései merülnek föl ezekkel a talpakkal kapcsolatban, biztos hasznos lehet, és elsősorban ennek a sorozatnak az lenne a célja, nem az, hogy itt a pofámat bámuljátok és hallgassátok a hülyeségeimet. No, a következő talp az egy nagyon-nagyon érdekes cumó. Mert egyszerre vintage és egyszerre modern, és egy ilyen érdekes ellipszis alakú, vagy egy ilyen kicsit ilyen összenyomott ellipszis alakú. Kettő darab peg van rajta, egy nagyon vékony, nagyon hosszú, és egy nagyon vastag, nagyon hosszú, aminek következtében Isten igazából nem sok mindenre használható. Ez is peremes, elképzelhető, hogy ugyanaz gyártotta ki ezeket a star standeket, nem tudom, minden esetre van rajta date stamp, tehát itt 2005 real az van ráírva, tehát ez valami olyan cumónak néz ki, amit valaki gyártotta, tehát mint hogyha valami hivatalos cuccos lenne, és hát gyárilag úgy van megcsinálva, hogy kétféle figurához is jó legyen. Na most a modern része az nem teljesen jó, vagy hát nekem annyira nem jött be, mert amint látjátok, ez úgy forog rajta szerencsétlen, mint a lemezjátszó. Tehát egy kicsit túl vékony ez a peg. Az jó, hogy hosszú, mert egyébként így is tartja a figurát. Tehát, hogyha ezt én most így rárakom, na kiesett a pisztolyod. Én ezt így most rárakom, akkor ez így megállna a vitrínbe, de az, hogy ez így forog, ez nem feltétlenül jó dolog.
Viszont van ugye neki egy vintage része is, ami nagyon vastag. Tehát rámegy a medin, de erőltetni kell. Nem is fogom teljesen lenyomkodni az aljáig, nehogy valami baleset érje. Nem az igazi. Tehát hiába tud kétfélét ez a talp, igazából egyikre sem teljesen megfelelő. Ugye ezt a dolgot ismerjük, általában az ilyen multifunkciós dolgoknál ez szokott lenni, hogyha valami nagyon sok mindenre jó, akkor igazából egyikre se. Vintage G.I. Joe-ra se, Franco, mert így kiesik belőle, csak mutatom. Úgyhogy nem tudom, hogy honnan van ez a talp, vagy ki csinálta, de semmire nem jó. Szerencsére csak egy darabon van belőle, úgyhogy ez így be volt csak dobva a dobozba, mint érdekesség. Hasonló érdekesség még egy kínai talp, hogy került hozzám, ne kérdezzétek, már fogalmam sincs, de van ilyenem 3 vagy 4 darab, és ez ilyen 6-szög alakú. Na most a 6-szög alakú talpak, vagy 8-szög alakú talpak, ugye a különböző ilyen nagyon modern figuragyártóknál szoktak elterjedtek lenni. Úgy tudom, hogy vannak ilyen NECA, meg mit tudom én milyen gyártóknak a figurája, az olyan talpak, ami ilyen alakú, de tudok olyan magyar srácról is, aki foglalkozik ugye ilyen talpakkal, és hát ez viszont gyári, tehát most ti nem látjátok, de van rajta egy embléma, meg kínai szöveg, tehát ez valami gyári kínai talp, ami peremes, relatíve jó méretű, és egyetlen egy darab elég kicsi, és ilyen hegyes peg van rajta, ami hát nem tűnik olyan túl üzembiztosnak, tehát hogyha erre ráállítunk egy figurát, akkor nem hiszem, hogy annyira jól megtartja, de mondjuk ezt a miomot lehet, hogy igen. Na most, ja. Hát, kicsit erőltetni kellett, mert hogy pici és vastag a pegje, de azért megtartja, és egyébként nem néz ki rosszul, tehát azt hozzá kell tenni, hogy ezek az ilyen 6-szögletű, 8-szögletű talpak azért nem rosszak, és ugye ezeket elég jól lehet nem csak így egymás mellé rakni, hanem mögé, meg ilyesmi. Tehát ezek tényleg nagyon jók hely kihasználásba, ami mindenképpen egy piros pont, de, hogy mondjam, ez is egy ilyen elég vékony, kopogós műanyagból van. Én gyanítom, hogy ezt nem Star Wars figurákhoz forgalmazhatják, azért nem ismerem annyira. Nem tudom, hogy mihez adták. Egy ilyen 4-est formáz a logó, és kínai szövegek vannak rajta. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy mennyibe kerülhet, vagy ezt honnan lehetne beszerezni, de van ilyenem is egy pár darab. Amiből viszont kevés van, pedig egyébként nagyon frankó cucc, és szeretem is, az a Protec nevezetű gyártónak a standje, ami hát egy teljesen más kategória, mint idáig bármiről beszéltünk. Ugye a Protec egy elismert neves gyártó, mondjuk úgy, aki nem csak figurákhoz való cuccokat gyárt, hanem mindenféle gyűjtéssel kapcsolatos dolgot, kártyákhoz, meg képregényekhez is azt hiszem, meg nagyon sok mindenhez. Tehát, hogy nevesítsük, tehát mit tudom én, kosárlabda kártya, vagy baseball kártya, lefűző lapokat, tokokat hozzájuk, azt hiszem, hogy figura, tartó tokokat is gyártanak, meg talpakat is, tehát ők egy ilyen kifejezetten ilyesmi célokra beállt cég, és nagyon-nagyon minőségi termékeik vannak, azt hozzá kell tenni, ám bazi drágák, úgyhogy egyáltalán nem véletlen, hogy nincsen belőle túl sok talpam, ezt se tudom, hogy hogyan került igazából hozzám. Most ez egy nagy kör alakú talp, amin egy darab peg van. Nagyobb figurákhoz ajánlom igazából, és szerintem ez nem is feltétlenül, tehát jó modern Star Warshoz is, de szerintem ezt inkább valami nagyobb méretű figurákhoz érdemes használni, 6-incseshez, vagy mit tudom én melyikhez, vagy szuperhősös figurákhoz, ahhoz talán optimálisabb, mert így a mérete miatt, hát még itt a nagyobbik körsztennél is nyilván nagyobb, meg hát jó, nyilván ennél a szagásnál nem nagyobb, de a kiterjedése oldalirányba azért nagyobb. Szóval nem a legjobb helykihasználású stand az összes közül, viszont kemény, jó anyagú műanyagból van, kellemes a tapintása, van rajta egy ilyen igényes Protec felirat a hátulján, nem tudom mennyire látszik. Látszik a pegnél is, hogy van ugye egy ilyen kör alakú alapja neki, és masszív ez a peg. Tehát
rá lehet szépen állítani a figurát, jó Star Wars figuránkhoz is megtartja, és teljesen frankó. Mondom, ezt inkább nagyobb figurákhoz ajánlom, nem ez a miomhoz, főleg azért, mert ugye ez így egy kicsit féloldalasan áll így, hogy hogyha nagyobb lába lenne, vagy nagyobb terpezbe lenne, akkor foglalna helyet a standnek a középpontjában a figura. Ezek azért több száz forintba kerülnek ezek a talpak, tehát nem néztem már nagyon régen, hogy ezek mennyibe kerülnek, de gyanítom, hogy legalább 300-350 forint darabja, tehát ez nem egy ilyen olcsó cucc, és hát a gyári talpak nyilván valamikor többbe kerülnek, de az ilyen utángyártott talpaknak a mezőnyében ez talán a legdrágább. Van még egy érdekes talpam, ezt szintén nem tudom, hogy hova tegyem, vagy ki csinálta, vagy miért. Ez egy ilyen, hát nem is tudom, hogy ennek a síkidomnak mi volt a neve, ami gyakorlatilag egy ilyen köríves téglalap oldalt, de maradjunk ennél is az összenyomott ellipszoidnál, vagy ellipszisnél. És ez is egy peremes, nagyméretű, minőségi darab, kifejezetten. Egy peg van rajta, és hát ezt is nagy figurákhoz tudom ajánlani, mert ezek a kicsik elvesznek rajta. Teljesen jól megtartja, tehát modern Star Wars figurához is tökéletesen használható. Hát annyi, hogy nekem ebből ez az egy van, tehát ez is ilyen véletlenül került hozzám, és ez egy kicsit azért ilyen sárgultas, tehát nem a legszebb, biztos valakinek a polcán nagyon sokat állt. Helyi kihasználási szempontból meg kisebb figurákhoz nem annyira optimális. Mondom, ennél se tudom, hogy konkrétan ki gyártotta, vagy mennyibe kerül, de jó cucc alapvetően. És akkor elérkeztünk az utolsó mai standhez, ami nem 3.75-ös figurákhoz való. Én ugye nem gyűjtöm az ilyen 6 incses, meg nagyobb, meg 12 incses szörnyetegeket, éppen ezért talpam sincsen általában hozzájuk, de most teljesen véletlenül van itthon egy 6 incses figura, amit árulok, és mielőtt valaki megkérdezné egy Black Series Flametrooper, tehát nem egy olyan nagy kaland, viszont kaptam hozzá egy talpat, amikor jött, egy nagyon szép Star Wars feliratú, óriási gigantikus talpat, amin egy darab peg van, és a hátulján szereplő írás alapján ez egy Disney Store-os stand, ami nagyvéretű figurákhoz való, hát az van ráírva, hogy Lucasfilm, Disney Store, London, Made in China. Hát gyanítom, hogy ez a Disney Elite figurákhoz volt használva, ugye azok is 6 incsesek voltak, ilyen diecast sorozat, amit ugye a 6 incseseknél a Disney vitt, de ugye azok nagyon hasonlóak egyébként a Black Series-hez sok esetben, csak valamikor rondábbak, de mindegyikben most bele sem menjünk. Lényeg a lényeg, azokhoz a figurákhoz adták ezt a giga nagy talpat, hát ugye nagy figurához nagy talp való, ez rendben van, de hogyha valakinek nagyon erre van indítéka, hát igen, a modern Star Wars az nem megy rá, talán a vintage, hát a vintage-hez se jó, mert a vintage-nek meg kiesik a lábából. Tehát ez egy köztes pegméret gyakorlatilag, ami a modern Star Warshoz vastag, a vintagehez meg vékony. Megnézzük, hát ha a G.I. Joe-t megtartja, de nem, az sem. De egyébként nagyon jól néz ki, tehát kifejezetten jól néz ki ez a Star Wars felirat benne, meg ez a kicsit ilyen tégla minta, és biztos jól mutat rajta egy impozáns nagy 6 incses borzalom. No, hát nagyjából ezek voltak azok a talpak, amiket összetudtam nektek szedni. Szerintem elég sokfélét sikerült mutatnom. Mondhatjuk, hogy Magyarországon ennyiféle talppal még szerintem senki nem foglalkozott videóba, úgyhogy én vagyok a első. Nézzük akkor, miket kommenteltetek még, aztán lassan el is engedlek titeket, mert elhasználtuk már az időt. Azt mondja, hogy... Ez Modern Joe-ra is rámegy, biztos, nem tudom, Modern Joe-val nem élek, tehát nem tudom, hogy annak mekkora a pekhója, melyik talp jó hozzá, én azoktól elhatároltam magam teljesen. Jó, azt mondja, hogy a trapéz kivágások variációi alapján a váltói kártyának képessége, igen, tehát tudom, hogy a Galactic Battle Game játékhoz lehetett valamilyen formában használni ezeket a Clone Wars-os talpakat,
sose éreztem ingerenciát, hogy utána nézzek a játékszabályoknak, úgyhogy nem tudom. Azt mondja, hogy nekem talpakból van pár 88-as és néhány 93-as Hasbro Joe talp, illetve néhány sárga. Na most igen, ezt nem mondtam előbb, hogy a vintage Joe talpaknál gyakorlatilag az eredetire is 88-on írva, viszont a kínai hamisítványokban mindegyikre 88-on írva, az összesen. Míg a későbbi talpaknál azt hiszem, hogy nem. Igen, tehát például ennél 92 van a talpam. Magyarán, hogyha ilyen fekete Joe talpat láttok, vagy színeset, és nem 88 van rajta, akkor az nagy valószínűség szerint eredeti, nem pedig hamisítvány. Ha az van rajta, hogy 88, akkor kétesélyes a dolog. Szóval, hogy a vintage Joe talp az fekete, vagy barna, vagy piros, nem. Nem, hát van sokféle színű belőle. Mondom, az első volt a fekete, aztán accessori pakokban, meg ilyenekben volt ez a barna, meg ez a zöld, amit itt mutattam nektek. És utána a Battle Corps-os figuráktól, meg a Ninja Force-os figuráktól kezdve, bár a Ninja Force-oshoz fekete volt még, utána már ilyen narancssárga, piros, és már nagyjából a figurák színeihez igazították a talpnak a színét is. Tehát ezért van ez a Blast Off figurához, ami alapvetően kék-piros színű, egy ilyen kék talpat adtak, ami elméletben jól mutat. Tehát a 90-es évekbeli talpaknál már mindenféle kikerült színekben létezik. Azt mondja, hogy ez az áttetsző lépcsőzetesen összekapcsolható. Ezt már nem tudom, melyikre írtad, Krisz, de biztosan. Azt mondja, hogy Sanyi, ezt a ködös talpat én valamelyik figurásboltban vettem annó, szerintem saját márka. Külföldről? Mert ez nekem külföldi csomagból jött. Tehát az gyakorlatilag biztos, mert ilyen talpat itthon én még nem vettem. Illetve, hát csomagban vettem, de arra rá volt írva, hogy Star Stand. Ez a ködös, ez külföldi pakból jött, tehát nem pontosan tudom, hogy ez honnan vagy mi. Szóval biztos valami gezemicés pakkal vetted ezt a hatincsest. Ja, hát az egy nagyobb figura vásárlásban volt benne, de azt nem magamnak vettem. Aztán kosárgörbe, azt már nem tudom, mire írt a Sanyi, de biztos. És azt mondja, hogy talpak beszerzése előtt állok, ezért nagyon hasznos volt számomra a mai adás is. Ennek örülök nagyon, mert igazából ezért gondoltam erre a témára, mert tudom, hogy ez mindig fölmerül kantina csoportba is, más Star Wars-os figurás csoportokba is, hogy melyik talp, melyikhez jó, ehhez nem jó, az ilyen, az olyan. Gondoltam, összefoglalom, hogy én hogy látom ezt a dolgot, és akkor ez így, ezek szerint nektek is hasznos volt. Na még Dávid kommentje, aztán elhúzok a vérbe. Én talpjaim mind régi gyűjteményből valók, mivel tudom ezt bizonyítani mások számára is, azzal, hogy belemegy a figura. Tehát mondom, hogy ha kínai talp, még egyszer lehet, nem tudom, hogy itt voltál-e a live-nak az elején, de az elején mutattam is, hogy a kínai talp az teljesen ugyanúgy néz ki, mint az eredeti talp, mint az eredeti 88-as, de a kínainak kisebb és vastagabb a pegje. Ennek következtében, hát most nem tudom, hogy mutassam, hogy látszik, basszus. Nem ugyanaz a méret, kisebb, vastagabb, ennek következtében a Joe-nak nem megy bele a lába. Sok esetben, valamikor egyáltalán nem, valamikor csak részlegesen. Tehát most ezt megmutatom, ez a gyári, és ez a kínai, tehát ez akad. Csak akkor menne le, hogyha erőltetném. Biztos van ilyen eredeti talpnál is, de hogyha így megnézed, és láttam már eredeti talpat, akkor feltűnik, hogy vastagabb. Tehát ennyiből lehet megmondani, mert amúgy az anyaga, a déctempje, a mindene tök ugyanaz. De ilyen fekete talpakat adtak figurák mellé, úgyhogy létezik ebből azért eredeti is természetesen. No, még akkor, ez a három komment, és aztán már tényleg finító mára. Azt mondja, hogy a figura talp alak nem ovális, hanem kosárgörbe. Aha, köszönöm a helyesbítést, ez az alakzat, ezt bevallom, még soha nem kerültem kapcsolatba ezzel a geometriai alakzattal, pedig azért van némi közöm a geometriához, de köszönöm. Aztán Miki, amikor megveszem az első talpakat, észben tartom a mai infókat. Ilyen első talpakat, neked van annyi talpad, mint a szemét. Hát,
ilyen első talpakat, ezt nem egészen értem. Szóval, hogy szóval, ha többig tudom tolni, akkor fajn. Elvileg. Most kicsit belebonyolít a dologba, hogy ugye vannak ezek a nem fekete accessori pakkos talpak, és ebből van olyan eredeti is, ami gyárilag is egy picikét vastagabb. Abba is belemegy a figurának a lába, de érezni rajta, hogy egy kicsit akad. Tehát nehéz ezt megmondani, de hogyha egyáltalán nem megy bele a figura lába erőltetés nélkül, akkor biztos, hogy kínai. Tehát így ez alapján talán ki lehet szúrni. Nekem ez a tapasztalatom, aztán javítsatok ki, hogyha másnak más a tapasztalata, de én ezt láttam. Szóval, hogy nagyon szépen köszi, nekem EU rakétás joke mellé volt, ahhoz bizony volt, igen, nekem is. Nekem Ninja Force-os joke mellé voltak, fekete talpaim, meg ilyen 91-es joke-hoz voltak talpak, mit tudom én, a General Hawk-on mellé, meg a 91-es Commanderem mellé, meg ilyenek mellé. Tehát ezt jellemzően azért, hát mivel 88 eleve rajta a D-stamp, ezért teljesen magától értetődő módon a 88 utáni figurákhoz használták. No, urak vagy hölgyek, ha esetleg voltak, köszönöm szépen a mai részvételt, ez hosszú volt, remélhetőleg. Na most mi történt? Most pont a végén van valami? Na most nem tudom, hogy mi történt, minden esetre köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen a közreműködést, mindenkinek kellemes szombat délutánt, meg teraszozást, sörözést, ilyesmit kívánok, meg gondolom sokan fogtok most menni mindenfele. Én nem, én nekiállok vitrint összerakni, meg hát a figurákat ma még nem állok neki bepakolni, de ha már a vitrin megvan, akkor az fél siker. No, köszi szépen srácok, mindenkinek szép napot, sziasztok!